Tudják önök, hogy mi az, hogy gumiasztal? Ha gumiasztalról beszélünk, akkor pedig mit lehet vele végezni, végeztetni, és ezáltal magunknak mit és hogy segítünk? Megpróbálunk ennek utána járni. Szeretettel köszöntöm a Hegyvidéki Tréner minden kedves nézőit, és köszöntöm stúdiónk igen népes vendégtáborát, Mátét, Olivért és Bencét, Tőrő Máté, Ott Olivér és Istvánfi Bence a mai vendégünk. Gumiasztalosok vagytok mindannyian, elhoztátok szellemi vezéreteket is Olivér személyében. Mégis mielőtt még Olivérnek adnám át a szót, Bence és Máté, hozzátok fordulok. Ti hogy kerültetek a sporták közelébe, hisz ha a gumiasztal, akkor ma már beszélhetünk sportágról, nem csak egy ilyen szabadidős tevékenységről. Én az iskolában ismertem meg, egy évvel és idői értekezleten volt róla szó, és nagyon megtetszett. Első hallásra lementem megnézni, és azóta ott ragadtam. Úgy voltál vele, hogy hú, végre valami, ami kicsit olyan talán tiltott, mint régen a gördeszkázás, tehát olyan frankói kicsit. Kicsit igen. Aha. Te, Máté? Én az egyik osztálytársam által ismertem meg, mert ő már járt Oliverhez korábban, uh-huh. És akkor tőle tudtam meg, hogy van ez, és nagyon szerettem a gumiasztalt, mert több helyen próbáltam, nagyon érdekelt, komolyabb szinten. De azt jelenti, hogy ti más sportágat azért nem nagyon próbáltatok? Én próbáltam sokat, fociztam, meg judoztam nagyon sok ideig. Uh-huh. Tehát egy kicsit a rossz gyerek voltál. Igen. Olivér, a rossz gyerekeknek az energiáit így lehet lekötni, hogy gumiasztal? Tehát ez egy olyan ilyen freestyle jellegű sportág? Hát először is szia, Bence. Nem feltétlen a rossz gyerekeké ez a sportág, de nagyon hasznos, hogyha... A rossz alatt azért én jót is értek, tehát azért ugye eleven, tehát hogy van benne életerő. Kell, szükség van arra a fajta rossz csontságra, arra a fajta vagányságra, ami ezt előre tudja vinni, és ami azt jelenti, hogy bátor és bevállalós, de nem feltétlen a bevállalás szól, tehát ez egy technikailag komolyan megalapozott dolog, ami nem arról szól, hogy most fú de vagány vagy, tudsz-e kettőt átfordulni, hanem arról, hogy tudsz-e elég önfegyelemmel, elég önuralommal bírni ahhoz, hogy eljuss egy magasabb szintre. Mit jelent egyébként, ha így most lebontjuk? Tehát ugye van egy asztal, mindenki számára érthető legyen, ami egy ilyen ruganyos felület, amit ha kellő tömeg ér, akkor ugye ez képes kilökni magasra, miközben az ember ugye magasan tartózkodik, akkor különböző dolgokat tud a levegőben, a gravitáció ellenében is akár végezni. Mennyire összetett ez? Tehát milyen előképzettség, alapképzettség kell, hisz valószínűsíthetően, ha oda megy egy 50 éves ember, aki mondjuk 2 méter fölötti, akkor nem biztos, hogy jó leső lesz neki a... Volt egyébként erre is már példa, de szerencsés esetben ezt hasonló, mint a torna koordinációs szempontból, illetve a műugráshoz is hasonlít a sportág. Tehát az a jó, hogyha olyan 5-6 éves korban az ember már megismerkedhet vele, és elkezdheti fejleszteni a koordinációs képességeit az akrobatika irányába. És tulajdonképpen, igen, ahogy elmondtad, ez egy 5x3 méteres téglalap alakú felület, 1 méter magasságban, ahonnan a magasan képzett jó ugrók 8-9 méter magasságban is felugranak. Igen, és hát kellőképpen körbe van szivacsozva, de az a jó, hogyha az ember meg tudja csinálni a gyakorlatát úgy, hogy a közepén marad a gumiasztalnak, és minden kevesebb elmozgással. Ugye ezt bírók pontozzák a kivételt, pontozzák a nehézséget, és tényleg hasonló a pontozási rendszere, mint mondjuk a szertornának, de itt nagyon-nagyon fontos maga a szép mozgás, tehát az, hogy nagyon határozott jó testtartással, pontos nyitásokkal és pontos érkezésekkel csinálják a gyakorlatokat. A levegőben pedig hát szaltok forognak általában. Alacsonyabb szinten van egy-két egyszerűbb ugrás, és a magasabb szinten ez már dupla, illetve tripla szaltó, uh-huh. És általában nagyon sok csavarral. Tehát egy egészen bonyolult koordinációs képesség kell hozzá, és egy bonyolult koordinációs mozgásrendszer. Ahhoz pedig sok edzés. Ahhoz pedig rengeteg edzés. Hogy néz ki egy edzés nálatok, Bence Máté? Hát úgy kezdődik, hogy bepakolunk ugye, utána egy rövid melegítés után, mert nincs olyan nagyon sok időnk és lehetőségünk erre, körökbe néhány emberre osztva megyünk az asztalra. Tehát mondjuk vagyunk 5-en, és akkor egymás után megyünk 4-5 perces közönként. És akkor könnyebbtől a nehezebb elemekig felépítve. Tehát vagyunk. Az edzés vége fele vannak a hangsúlyosabb, amikor már egy kicsit esetleg fáradsz? Hát ennyi idő alatt kevesebb fáradtság. Mennyire izzasztó egyébként ez? Elég fárasztó, azért sokat fel lenni a gumiasztalon. Mit fárad egyébként? Tehát most
Oliver tudja, én is próbáltam, álltam gumiasztalon. Az első pillanatban az ember úgy érzi, hogy na ez a balansz, vagy ez az egyensúly, ami megvan, és amivel a földön járunk, ez megszűnik létezni. Tehát ez ellen kell először küzdeni, és utána comb, hát, mik? Törzs. Uh-huh. Törzsizom, ez nagyon fontos, hogy meg tudjuk tartani magunkat. És ha kellően tartjuk a testünket, akkor jó magasra is tudunk ugrani. De elsősorban a tüdő. Tehát itt állóképességről van szó, méghozzá robbanékony állóképességről, amihez tényleg a rengeteg edzés, a keringés és a tüdő, tehát a légzés és keringési rendszernek a jó állapotát okozza, és ezáltal tud jönni a fokozottabb teljesítmény. Tehát itt tulajdonképpen egy 30 másodperces erőkifejtésről van szó egy-egy gyakorlat során. Tehát 30 másodperc, mint... Nem időre van beosztva, 10 darab különböző ugrást kell összekötni. Elvileg az ember olyan 2 másodperc környékén el tud tölteni a levegőbe, kell néhány ugrás előtte, hogy magasságot nyerjen, és utána elindul a gyakorlat. Ha egyszer elkezdte, akkor onnantól 10 ugrás folyamatosan, amiben mindegyiknek elemnek kell lennie, tehát nem lehet benne egyenes felugrás. Tehát, hogyha valaki ugrik egy tripla szaltót, tegyük föl félcsavarra, mint amit fogtok látni a videókban, amiket hoztam magammal, akkor abból egyből kötnie kell egy következő tripla szaltót mondjuk egész csavarra. Tehát egy különböző elemet. Nincsen olyan, hogy közt egy kicsit összeszedem és visszanyerem a testhelyzetet, hanem úgy kell megtanulni az elemeket, hogy azt, amikor befejezem, az tökéletes alap legyen a következőnek az elkezdéséhez. És ezt, hogy az ember, hogyha ott egy pici hibát vét, az 10 elemen keresztül hordozza, és egyre nagyobb lesz, és gyakran nem tudják befejezni emiatt a gyakorlatot, úgyhogy én is előfordul. Most azért gonoszul, ugye bennem az rémlet föl, nem tudják befejezni a gyakorlatot, ergo leesnek az asztalról. Tulajdonképpen ez egy magasabb szinten úgy néz ki, hogy az ember ezt nagyon hamar észrevesz, hogy már nem tudja befejezni a gyakorlatot, és vagy változtat, és akkor ugye nem fog akkora értéket kapni a gyakorlat, vagy pedig meg kell, hogy álljon. Nagyon ritka az, hogy kiesnek, és ha ki is esnek, akkor a gumiasztal szintjébe megemelve szivacsos állványzat van, ami puha és rugalmas majdnem annyira, mint a gumiasztal, tehát sérülés veszély az viszonylag elhanyagolható. Akad, volt már előfordul, de hol nem, tehát sétálás közben is előfordul, de nem egy olyan sportág, ahol jellemző a sérülés, inkább az adrenalin az, ami jellemző egy bizonyos szinten. Mi ennek egyébként az előképzettségi része? Tehát az alatt értem, hogy kell művészi tornázni, balettra járni, talajtornázni, vagy pedig rögtön lehet menni a gumiasztalra, aztán utcon neki, előbb-utóbb az ember megszereti, olyan, mint az úszás, sokat tartózkodunk a vízben, akkor előbb-utóbb megnőnek a hártyáink, és élvezni is fogjuk. Ti hogy kezdtétek? Hát én először talajakrobatikáztam, és szépen fokozatosan kerültem fel a gumiasztalra. Értve az alatt, hogy akkor talaj akrobatika, tehát a talajon kellett különböző előre-hátra szartók. Igen, illetve kis gumiasztal, ami szivacsra érkezik, egy ugrás, és ott megtanulni az alapokat. Én is így kezdtem nagyjából, csak én kicsit régebben, amikor még egyben volt a gumiasztal a talaj akrobatika. Tehát folyamatosan először talaj, és aztán gumiasztal, így mentünk körbe. Azért ez valahol a jövő sportága, nem? Tehát nem tudom, ti hogy érzitek, mennyire vagytok úttörők, vagy érzitek ennek a lehetőségét, de ez egy nagyon látványos show elem is. Gondolom én már hívnak is titeket, mert magas szinten tudjátok azt, amit megtanultatok. Hívnak is különböző rendezvényekre, hogy például egy kosárlabda gála, egy foci gála, egy tornatermé gála, vagy ne legyen sport, lehet az akár egy jó musical előadás is, legyen valahogy feldobva.